alten Trümmer der alten Gesellschaft, die sozialistische Weltrepublik. Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft, die sozialistische Weltrepublik. Moskva Dehn, Degwerre, Buchheit Malen, Anne. Mondom a kamerának is virsli illatot érzek. Az idő, úgy lesz egyre rettegettebb és dicsőségesebb mozgalmunk. Az egyedüli igazi hazai radikális erő, a Magyar Fokhagyma Front. Az elmúlt hetekben a nyugati lilahagymák által manipulált magyarországi média farkát behúzó farkasként kiáltott ránk kígyót, békát, próbáltak minket összemosni a céklatermesztőkkel, és voltak olyan gusztustalan próbálkozások is, amik azt terjesztették rólam, a propaganda és ideológiai osztály vezetőjéről, hogy valójában én vagyok a lilahagymák bérence. Ezekből a konstans támadásokból csak egy valamire következtethetünk. Kezdenek félni tőlünk a legújabb erőtől. A jelenlegi, a múltbéli, és a jövőbeli pártoknak és politikai mozgalmaknak egyaránt van mitől tartani. Mindenkit elszámoltatunk, aki elszámoltatható, amikor megszerezzük a hatalmat. Mert igenis, 2014-től Magyarországot a Fokhagyma Front fogja irányítani. Szaktársak! Ennek fényében jöttünk ma ide, a Moszkva térre tüntetni. Mivel 2014-től úgyis leszünk a főnökök és minden teret híres magyar fokhagymatermelőkről, illetve egyéb a fokhagymához kapcsolódó fogalmakról fogunk elnevezni, megspórolandó az új táblák legyártását, azt követeljük, hogy Szél-Kálmán tér helyett Fokhagyma tér legyen az új név. Fokhagyma! 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 Követeljük, hogy a főváros most azonnal lássa be a névváltoztatás szükségességét. Nem tűrhetjük tovább ezt a borzalmat, hogy Budapest egyik legforgalmasabb köztere egy idegen város nevét viselje, ahol nem termesztenek fokhagymát. Mutasd meg nekem, volt elérted, akit fokhagymát. Na, fognak. 2014-től nem, fognak. Fokhagyma, tessék, ugye? Nem. Ez itt egy magyar fokhagyma. 2014-től az egész tértelen ez fokhagyma. Igaz, magyar fokhagyma. Igaz, magyar fokhagyma. A hordhatok vidékről fokhagymát, ne! Kínából, meg innen, onnan. Van, nem kell a duma. Egyetértünk. Nem kell a ez duma. A célunk. Jó, hát erről van. A Fokhagyma tér meg nem jó, mert már Moszkva tér 50 éve már. Hova megyek? Moszkvára. Tudja, akárki mondja, hogy a Moszkva tér. Moszkva tér nincs jobb szó, ezek meg beteg emberek. Velem együtt. Én nem akarok bántani senkit se. De az sem megoldás erre a katasztrofális állapotra, hogy egy olyan fokhagymátlan ember nevét kapja meg a tér, mint Szél-Kálmán.
nem létező magánlevelezéseiből egyértelműen kiderül, hogy utálta a fokhagymát, mert olyankor a kedvese sosem volt hajlandó csókolózni vele. Aki ilyen megalázó módon közelíti meg a magyar fokhagyma ügyét, az nem méltó arra, hogy teret nevezzenek el róla. Mivel a forradalom leverésére fogalmazott petíciót épp akkor írta alá Kamus Albert, akit a retek és újhagyma szívek Albert Camus-nek hívnak, amikor az Országos Gyermekélelmezési Vállalat jó fokhagymás mátrai borzas bordát adott minden fokhagymagyar, ám elnyomott gyermekeknek. Javaslatunk szerint ideje a Nyugati tér és a Keleti pályaudvar átnevezése is mátrai borzas térre, illetve Borda pályaudvarra. Engem pedig követelem, nevezzenek át Bélára, mert sose szerettem az Ármint. Béla! 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 Moszkva tér, leveled! Fokhagyma lesz a neved! 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 Sokáig éljen a magyar fokhagyma front! Most pedig megkérném... Kérjek meg, ki a verset olvasni? Konstantinus. Megkérném Schmidt Konstantinust, hogy olvassa föl a meg nem nevezett ember fokhagyma szózat nevű himnuszát. Hát mondják, a homo szatlanul, és neki hát mondja, tisztat, hoz, és vitaminot is, mely tapol, és oa facsa. A fokacsmabon legbevül nincsen más, csak gereszt, ácson, vagy haznagyon hívő itt néhagy. Ki? Ki érész? És a íz melyet annyiasza apait nőr. Na jó, hagymádnak hámozatlanul esnéki hagymagyar. Tiktak az, s vitaminod is, mely ápol, s orfacsar. A fokhagymában legbévül nincsen más, csak gerezd. Ártson vagy használjon heve, itt nehogy kierezd. Ez az az íz, melyért annyiszor a páid nyála folyt. Ez, melynek kósza illata mindenen áthatolt. Így bűzlenek ma is szegény Árpádnak sávjai, így tojatta be mindenki hunyadnak sztárjai. Hagymaszag! Itten hulladták bőzös gombáidat, szagoltatták orlikjaink a fokhagymát sokat. És annyi gyors kajálda közt, mosatlan száj után, megfagyva bár, de töltve nem, fokhagyma tonna szám. Az nem lehet, hogy annyi száj hiába bűzölök, s klotyóban annyi fenék fokhagymától zörög. Még enni kell, még enni sok fokhagymát, mely után bűzlő büffenés hangja kél, százezrek hajakán. Vagy főni fog, ha főni kell, fokhagyma krémleves, melytől a vastag bélmozgás örökké túl heves. Esnéki hámozatlanul hagymádnak hagymagyar, és élelmed, s ki mást szabál, kajája ritkán szar. A fokhagymában legbévül nincsen más, csak gerezd, ártson vagy használjon heve, itt nehogy kierezd. Köszönjük szépen, hogy eljöttek demonstrációnkra. Végezetül skandáljuk még egyszer együtt szlogenünket. Moszkva tér, ég veled, fokhagyma lesz a neved. 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 Moszkva tér, ég veled, fokhagyma lesz a neved.